Napjainkban az életünket rendezett környezetben élhetjük. A hulladékainkat szervezetten gyűjtjük, a szennyvízeink kiépített rendszeren keresztül távoznak. A szolgáltatások kiterjednek arra is, hogy tiszta vizet ihassunk, állandó fűtés legyen, még a leghidegebb időszakokban, például télen is. Azonban nem mindig volt ez így. Az ember életmódjával mindig is termelt fizikai és kémiai hulladékokat, amelyek megváltoztatják a levegőt, a talaj és a természetes vizek eredeti összetételét. A hulladékok képződése és nem megfelelő kezelése a történelem során végigvonulva elválaszthatatlanul kapcsolódott az egészség és a gyógyítás problémaköréhez. Sok korai betegségért a hulladék okozta környezetszennyezés volt a felelős, és még napjainkban is milliók esnek áldozatul a fertőzéseknek. Napjainkban a hulladékok kezelése szervezetten történik. Hulladékkezelési tevékenységeknek minősül a hulladékok gyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása is. A fővárosban a közszolgáltató szállítja el a háztartási hulladékokat. A hulladékok szelektív gyűjtése lehetővé teszi, hogy a hulladékokból ismét hasznosítható anyagokat állítsunk elő, és így a természetes anyagok felhasználásának mennyisége csökken. Talán még ennél is fontosabb lépés azonban a hulladék keletkezésének megelőzése. Ami nekünk felesleges, az még nem biztos, hogy hulladék, amit ki kéne dobnunk. De az sem a legjobb, ha a garázsban vagy a közösségi helységben porosodnak a megunt utcaink. Válogassuk ki ezeket a dolgokat, és ajánljuk fel házon belül vagy kívül. Ti mit gondoltok, szerintetek mi a legjobb módja az újrahasznosításnak? Én például a régi ruháimból patchwork takarókat, vagy babákat szoktam készíteni. A patchwork takaró az azt jelenti, hogy a színesebb és szebb anyagokat kicsit darabokra vágom, és összevarrom esetleg párnahúzattal, vagy valami ilyen hasonló kreatív dolog. Szerintem az újrahasznosítás alapja a kreativitás, és minden ezen alapszik, mint például, hogyha üvegből vázákat készítünk, vagy fűszertartót. Úgy gondolom, hogy a legjobb módja az, hogy a régi ruháinkat, amiket még lehet használni, illetve a játékokat elajándékozzuk a családba, valamint a szeretett szolgálatnak adjuk. A szétszórt, eldobált hulladékok nem csupán rombolják a lakókörnyezet szépségét és tisztaságát, de esetenként fertőzéseket terjesztenek. Egy kis odafigyeléssel csökkenthetjük a keletkező hulladékok mennyiségét, hiszen környezetünk megóvása közös érdekű.